Üdvözöljük kedves nézőinket! Az alábbi videóban az MCK 2500 SX típusú vetésvezérlő berendezést mutatjuk be önöknek. A berendezés rendkívül egyszerűen kezelhető, illetve többek között alkalmas a Mascar Arizona, illetve Montana típusú vetőgépek üzemeltetésére. A gép egy többfunkciós szabályzó számítógép, amely pneumatikus vetőgépekhez lett kifejlesztve. Fő alkalmazási területe az automatikus sorelzárás, melynek köszönhetően a vetésben művelőnyom alakul ki. Ezen felül figyeli és szabályozza a turbina, illetve a maglesodró mozgását is. Beállítható figyelmeztetés leállás, vagy túl lassú munkasebesség esetére. A monitoron összesen 7 nyomógomb található, illetve 3 riasztási visszajelző. A kezelési utasításban is alkalmazott jelöléseket használva, a jobb felső sarokban található az E-gomb, amely a berendezés ki- és bekapcsolására szolgál. Bekapcsoláskor egy csípszó fog elhangzani, majd láthatjuk az aktuális üzemóraállást és a pillanatnyi sebességet. A bal oldal található A-gomb segítségével tudjuk beállítani a munkaparamétereket. Amikor megnyomjuk a gombot, megjelenik egy lefelé mutató háromszög, és az mutatja, hogy éppen melyik paramétert állítjuk be. A munkaszélesség beállításához nyomjuk meg az A gombot, és ilyenkor a plusz, illetve mínusz gombokkal tudjuk beállítani a kívánt munkaszélességet. Ha beállítottuk a munkaszélességet, ez a mi gépünknél jelenleg 3 méter, hiszen egy Arizona 300 típusú vetőgépre van rákötve a gép, és 3 másodperc elteltével a monitor automatikusan elmenti a beállított értéket. Az első üzembehelyezéskor be kell állítanunk az úgynevezett C paramétert, azaz, hogy 100 méter megtétele alatt hány impulzust érzékel a számítógép. A C paraméter kalibrálása legegyszerűbben automata üzemmódban tehető meg. Ehhez először is egy 100 méteres szakaszt ki kell mérnünk, és a kezdőpontra kell állnunk a gépünkkel. Ezt követően lépjünk be a C paraméter beállítása menübe. Ez az ányomógomb kétszeri megnyomásával érhető el, és az imp 100 méter piktogram jelzi. Az alapbeállítás 200, ezt nekünk ki kell nullázni a plusz és mínusz gombok együttes megnyomásával. Ha ez megtörtént, induljunk el a gépünkkel, és tegyünk meg pontosan 100 métert. Amikor elértük a 100 métert, a kijelzőn látni fogjuk a mért impulzusok számát. Ezt az értéket az A-gomb egyszeri lenyomásával tudjuk elmenteni. Mivel a berendezés beállítása jelen esetben állóhelyben történik, az A-gomb megnyomásakor hibát fogunk kapni, így emiatt én visszaállítom a 200-as alapértékre, és így mentem el. A középső, azaz a B gombot megnyomva, meg tudjuk tekinteni az aktuális sebességünket kilométer per órában, továbbá a turbina percenkénti fordulatszámát, illetve a megtett utat tekinthetjük meg. A megtekintett utat úgy tudjuk kinullázni, hogy hosszan nyomba tartjuk a B gombot. Ekkor eltűnik az érték a kijelzőről, és ha egy nullát kapunk, akkor sikeresen kinulláztuk a számlálót. A jobb oldali, azaz a C-gomb megnyomásával megtekinthetjük a megművelt teljes területet, illetve részszámlálót is beállíthatunk. Ezek nullázása úgy történik, hogy kiválasztjuk azt, amelyiket nullázni szeretnénk, és a C-gombot hosszan nyomva tartjuk, akkor eltűnik az érték a kijelzőről, és ha megjelennek a nullák, akkor sikeresen kinulláztuk az adott számlálót. A művelőutak beállítására többféle opció is a rendelkezésünkre áll. Mi most mutatunk pár példát a leggyakrabban alkalmazott beállítási módok közül. Első példánkban egy 4 méteres vetőgépet fogunk használni, ahol később egy 20 méteres permetező fogja a növényvédelmi munkákat ellátni. Először is állítsuk be a 4 méteres munkaszélességet, majd lépjünk át a művelőutak beállítása menüpontba. Az itt beállítandó értéket pedig úgy tudjuk kiszámítani, hogy a 20 méteres permetező szélességet elosztjuk a 4 méteres vetőgép szélességgel, ekkor ugye 5-öt kapunk eredményül, és ezt az értéket kell beállítanunk.
3 másodperc elteltével a készülék elmenti a beállított értéket, és a kijelző felső részén láthatjuk a sor elzárást. Ebben az esetben a vetőgép teljes szélességével kell megkezdenünk a vetést, és amikor ráálltunk a első művelőútra, meg kell nyomjuk a start gombot, majd ha végigértünk, meg kell nyomjuk még egyszer a start-stop gombot, és ezt minden egyes művelőút megkezdésénél, illetve befejezésénél meg kell tegyük. Második példánkban egy 3 méteres vetőgépet fogunk beállítani, amelyen később majd egy 12 méteres permetező végzi a növényvédelmi munkákat. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben is a vetőgéppel egy nyomon fog haladni a permetező, és emiatt a vetést majd csak a vetőgép felével kell megkezdeni. Először is állítsuk be a 3 méteres munkaszélességet, majd a művelőutak számát is be kell állítanunk. Itt ugyebár a 12-t kell elosztanunk a 3-mal, és 4-et kapunk eredményül. És 3 másodperc elteltével elmenti az értéket. A következő példánkban egy 4 méteres vetőgépet fogunk beállítani egy 16 méteres permetezőhöz. Ebben az esetben fontos különbséget tennünk, hogy a szántóföld bal, vagy jobb oldalán kezdjük a vetést, hiszen a sor elzáró számítógép így fog jól működni. Először is állítsuk be a munkaszélességet, ez 4 méter. És egy 16 méteres a permetező, így a 16 métert elosztjuk a 4-jel, így 4-et kapunk. Tegyük fel, hogy a szántóföld bal oldalán kezdjük el a vetést, és ez esetben ki kell választanunk az L4 opciót, ez az angol left-nek a rövidítése, azaz a bal oldalnak a rövidítése. A másik lehetőség, hogy jobb oldalról kezdjük el bevetni a szántóföldünket, ebben az esetben pedig az R, azaz az angol right szó, tehát a jobb oldal szónak a rövidítése, és megkezdhetjük a munkát. Nézzük meg még egy példát. Ebben az esetben egy 4,5 méteres vetőgépünk van, ahol a növényvédelmi munkákat majd egy 18 méteres permetező fogja elvégezni. Először is állítsuk be a 4,5 métert. A művelőutak számánál, viszont mivel a 18 nem osztható 4,5-lel, tehát nem kapunk egész számot, ugye a művelőutak beállításánál beállítjuk az F18 értéket. És ha ezzel megvagyunk, a számítógép majd tudni fogja, hogy hol kell elzárni a sorokat, így kialakítva a permetezéshez szükséges művelőnyomokat. Köszönjük szépen a figyelmet, jó munkát kívánunk!